Egy hónap telt el a kijárási tilalom bevezetése óta. A koronavírussal továbbra is harcban állunk, nem csak mi, hanem egész Európa, mert nem csak nálunk, hanem egész Európában fertőz. A kórházakban a betegeinkért küzdenek az orvosok és az ápolónők, az iskolában pedig a pedagógusok azért küzdenek, hogy a gyermekek szülei megmenthessék a munkahelyüket. Mind az ápolóknak, mind az orvosoknak, mind a pedagógusainknak köszönettel tartozunk. Két hete célzott tömeges tesztelést indítottunk, sőt múlt héten már a legtöbbet tesztelő országok közé tartozott Magyarország. A tesztelésen túl több konzultációt is folytattam járványügyi szakemberekkel, professzorokkal és tudósokkal. Azt kérdeztem, hogy fönntartsuk-e a december 11-én lejáró kijárási tilalmat és szigorú intézkedéseket. A válasz egyöntetű volt, a szigorú intézkedéseket fenn kell tartani. Azt mondták, szigor kell, mert karácsony jövőre is lesz, most az a fontos, hogy mi is legyünk. Ennek megfelelően ma hajnalban az operatív törzs hozott néhány döntést. A legfontosabb, hogy a jelenlegi kijárási tilalom és szigorú intézkedések január 11-éig, tehát további egy hónapig érvényben maradnak. Ez azt jelenti, hogy este 8 és reggel 5 óra között továbbra is kijárási tilalom van. Hogy szenteste tehetünk-e kivételt, amit mindannyian szeretnénk, azt majd csak december 21-én dönthetjük el az akkori állapotok ismeretében. Biztosan mondhatom azonban, hogy nem lesz kivétel december 31-én, a szilveszteri bulikat és utcabálokat idén nem lehet megtartani. Azt gondolom, hogy egy jó utcabálért vagy buliért nem érdemes kockára tenni mindazt, amiért hónapokon keresztül együtt dolgoztunk. A megoldás a vakcina, amely most már belátható távolságban van. Holnaptól indul a regisztráció, mindannyian jelentkezhetünk, ha be akarjuk magunkat oltatni. Azért dolgozunk, hogy Magyarországon az elsők között juthassunk vakcinához. Mindenkivel tárgyalunk. Se politikát, se egymással versengő nagy nemzetközi cégek érdekeit nem vesszük figyelembe, csak az számít, hogy a magyarok minél gyorsabban és minél biztonságosabban juthassanak a vakcinához. Addig is arra kérem önöket, hogy tartsuk be a járványügyi szabályokat és közös erővel fékezzük meg a vírust. Az ünnepek alatt is vigyázzunk egymásra, mert minden élet számít.